az Ökörító fülpesi hagyományőrző Roma Csillagszem tánccsoport táncosai forrósítják az egyébként sem hűvös nyári délutánt az Ökörító fülpesi községháza mögött, ahol hosszú idő után szerveztek ilyen nagyszabású eseményt. A nyár folyamán a megye számos pontján több mint 20 településen tartanak hasonló rendezvényeket. Együtt élünk és összetartozunk. Közösen élünk át szép és nehéz pillanatokat. Különbözőek vagyunk, de van bennünk egy közös pont, hogy magyarok vagyunk, és Ökörítő fülpösön élünk. Valamiért mindannyian szeretünk itt élni. Mindannyiunknak más és más oka van, amiért itt érzi otthon magát. Vannak olyan eredményeink, értékeink és hagyományaink, amelyekre mindannyian büszkék lehetünk. Ezeket őseinktől, dédszüleinktől, nagyszüleinktől örököltük. A zenés-táncos produkciók mellett a megyei értéktalálkozókon kiemelten fontos szerepet játszik a gasztronómia, így volt ez Ökörító fülpösön is, ahol a Gyöngyszem óvoda marhapörköltjét és nokedliét ítélte meg a zsűri a legízletesebbnek. Ez persze nem szegte kedvét a többi csapatnak sem. Ebben az üstben szarvas és őszgulyás főtt, és a baráti társaság elégedett a menüvel. Kolbászos lecsót főztünk, készítettünk, kisebbség önkormányzat besegített még pluszba, mert ugye ennyi roma nemzetet nem lehet el látni annyival, amennyivel kaptunk hozzávalót, ugye a kisebbség önkormányzat még hozzátett. Nem maradhatott ki a mezőnyből a slambusz sem. A futballcsapatban van szakács, zenész, futballista, úgyhogy nekünk könnyű dolgunk van, hogyha van egy buli a csapaton belül, akkor tudunk szakácsot alkalmazni, tudunk zenészt alkalmazni, a szakács pedig itt van, el tudja mondani a receptet. A helyiek külön kérésére a rendezvényen fellépett Szarka László is, akit 12 évvel ezelőtt egy tehetségkutató műsorban ismerhetett meg az ország. Bár azóta számos koncertet adott és produkcióit milliók követik az interneten, Ökörító fülpösön először lépett fel hivatalosan. Megmondom őszintén, még a falumban nem léptem föl. Hát ez nem tudom, ez ilyen, hogy ez miért történt ez így, azt nem tudom megmondani, de most hál' Istennek kaptam lehetőséget, hogy ebbe a stílusba ilyen módon próbáljam megmutatni a falumnak is, hogy mégis hogy éneklek. A megyei közgyűlés elnöke szerint fontos, hogy minden helyi közösség ápolja értékeit. Leginkább persze az ökörítói fergeteges miatt választották a szakemberek ezt a települést, hiszen itt több mint 80 éves néptánc együttes van, akkor igazán, amikor a hagyományőrzés elkezdődött Magyarországon, és ez szinte folyamatos működés feltételező Ökörítő fülpösön. Szeretnénk a települést is, a ittenek is arra biztatni, hogy a fergeteges őrizzék meg, komoly megyei értékről van szó, és hát reméljük, hogy ez a nap is hozzájárul ahhoz, hogy identitásukban megerősödjenek, hagyományápolásukban megerősödjenek, és tovább következő évtizedekkel is ezt a hagyományt, a fergeteges, és egyáltalán a helyi közösség összetartását meg tudják őrizni. Az Ökörító fülpösi fergeteges néptánc együttes 1937 óta foglalkozik a magyar tánczenei hagyományok őrzésével, 2017-ben ünnepelte 80 éves évfordulóját. Ezúttal Ajaki, Mike Pércsi és Szatmári táncokat mutattak be. A délután másik sztárvendége a Kokas Banda volt, amelyet táncház, valamint az Érpataki Asszonykórus és a Tiszavirág projekt élő koncertje követett.